4. fejezet. Kraft azelőtt hivatalba járt, azon kívül pedig a megboldogult Andronyikovnak segített megfelelő díjazásért bizonyos magánügyei intézésében, amelyekkel Andronyikov hivatala mellett állandóan foglalkozott. Számomra már az is fontos volt, hogy Kraft közel állt Andronyikovhoz, és ezáltal sok mindent tudhatott arról, ami engem olyan égetően érdekelt. De Márja Ivanovától, Nikolaj Szemjonovics feleségétől, akinél évekig laktam gimnazista koromban, és aki Andronyikov unokahúga, nevelt lánya és kedvence volt, azt is megtudtam, hogy Kraftnak egyenesen megbízása, hogy nekem valamit átadjon. Már egy teljes hónapja vártam. Kétszobás kis lakásban élt, teljesen egyedül. Az adott pillanatban, útjáról hazatérve még cselédje sem volt. Bőröngye nyitva, de kicsomagolatlanul állt a szoba közepén, minden széken ruhadarabok hevertek, az asztalon a dívány előtt utitáska, ládika, revolver, meg másféle feküdt. Amikor beléptünk, Kraft gondolataiba merült, látszólag megfeledkezett rólam, talán észre sem vette, hogy egész úton nem szóltam hozzá. Nyomban nekiállt valamit keresni, de közben a tükörre esett a pillantása, megállt, és egy teljes percig saját arcát szemlélte benne. Ez a furcsaság feltűnt ugyan, később nagyon is visszaemlékeztem rá, de szomorúságomban, zavaromban képtelen voltam figyelmemet bármire is összpontosítani. Volt egy pillanat, amikor a legszívesebben elmentem volna, és egyszer és mindenkorra otthagytam volna mindezeket az ügyeket. Meg hát, miféle ügyek is voltak ezek tulajdonképpen? Vajon nem mondva csinált gondok voltak-e csupán? Kétségbe estem a gondolatra, hogy merő érzelgőségből talán méltatlan semmiségekre fecsérlem energiámat, holott minden energiámra szükségem lenne az előttem álló feladat megoldásához. Ugyanakkor a Gyergacsovnál történtek világosan megmutatták, mennyire alkalmatlan vagyok a komoly vállalkozásokra. – Mondja, Kraft, máskor is elmegy hozzájuk? – kérdeztem hirtelen. Kraft lassan felém fordult, mintha nemigen értette volna, amit mondok. Leültem. – Bocsásson meg nekik – mondotta Kraft váratlanul. Előbb azt hittem, gúnyolódik, de amikor jobban megnéztem, arcán olyan furcsa, sőt, egyenesen meglepő szelídséget tapasztaltam, hogy csak ugyan megdöbbentett. Ennyire komolyan kéri, hogy bocsássak meg nekik. Széket húzott oda, és leült mellém. Tudom én jól, hogy talán csak a túltengő önérzet aljassága beszél belőlem, egyéb semmi, kezdtem, de nem kérek bocsánatot. Nincs is kitől, válaszolta Kraft halkan, komolyan. Egész idő alatt halkan és feltűnően lassan beszélt. Azt se bánom, ha magamat kell vádolnom. Szeretem az önvádat. Bocsásson meg, kérem, ha össze-vissza beszélek. Mondja, Kraft, maga is tagja annak a körnek? Ezt akartam kérdezni. Nem butábbak és nem okosabbak másoknál. Bolondok, mint mindenki. Miért? Hát mindenki bolond? Fordultam feléje önkéntelen kíváncsisággal. A jobbfajta emberek bizony mind őrültek. Csak a középszer, meg a tehetségtelenség éli világát, egyébként mindenről nem érdemes beszélni. Beszéd közben elnézett a levegőbe, mondatokat kezdett, és megint abba hagyta. Valami megrendítő csüggettséget éreztem a hangjában. És Vaszin is velük tart? Vaszinnak esze van? Vaszinnak erkölcsi vezéreszméje van? Kiáltottam. Erkölcsi vezéreszme ma egyáltalában nincs. Egyetlen egy sem maradt, és méghozzá úgy fest a helyzet, mintha sohasem lett volna. Hát azelőtt sem volt? Hagyjuk ezt, mondta Kraft szemlátomást kimerülten. Szomorú komolysága meghatott. Szégyeltem önzésemet, kezdtem beleélni magam hangulatába. Egy-két percig hallgatott, a levegőbe bámult, majd önként megszólalt újra. A mai kor az arany középszer, és az érzéketlenség kora. A lustaságnak, a tudatlanság dicsőítésének, a munkára való alkalmatlanságnak, a készen kapott eszmék és eszmények fogyasztásának a kora. Senki sem gondolkozik. Ritka az olyan ember, aki valamiféle eszmét termel ki magából. Megint elhallgatott kis időre, mielőtt folytatta. Szótlanul füleltem. Oroszország erdőségeit kiírtják, talaját kimerítik. Pusztasággá változtatják az országot, a kalmükök kezére játsszák. Ha megjelenik valaki, aki reménykedik és facsemetét ültet, kinevetik, hisz úgy sem éred meg, mire megnő. A jó szándékúak pedig arról beszélnek, hogy mi lesz 1000 év múlva. Az erősítő eszme elsikkadt. Mindenki úgy él, mintha fogadóban volna. Ma holnap elhagyni készülne Oroszországot. Csak a mának él. Bocsásson meg, Kraft. Azt mondta, arról beszélnek, mi lesz 1000 év múlva. Hát a maga kétségbeesése, Oroszország sorsáért való aggodalma, az talán nem olyasféle gond a maga nemében? Ez a leglényegesebb kérdés a világon, válaszolt Kraft ingerülten, és felugrott helyéből. Ó, persze, majd elfelejtettem, mondta hirtelen egészen más hangon, és szinte meglepetten bámult rám. Egy bizonyos ügyben hívtam, és most bocsásson meg az Isten szerelméért. Mintha álmából riadna fel, olyan zavartan kapkodott, az asztalon fekvő irattáskából levelet vett elő, és átnyújtotta. Tessék, ezt kell átadnom magának. Bizonyos tekintetben fontos okmány, kezdte igen figyelmesen, tárgyilagosan. Később, amikor erre visszagondoltam, még jó idővel utóbb is megdöbbentett az a képessége, ráadásul ilyen válságos órákban, hogy olyan komoly figyelemmel mélyedjen el másnak a dolgába, olyan nyugodtan, határozottan tudjon beszélni. Ez annak a Sztolbejevnek a levele, akinek halálakor, illetve akinek végrendeletéből Verszilovnak a szakolszkij hercegek elleni pöre támadt. A perben most ítél a bíróság, mégpedig valószínűleg Verszilov javára. A törvény mellette áll. Ezzel szemben, ebben a magánlevélben, amely 2 esztendeje íródott, a végrendelkező maga fejti ki igazi akaratát, helyesebben óhajtását, mégpedig inkább a hercegek, semmint Verszilov javára. Minden esetre a levél erősen alátámasztja mindazokat a pontokat, amelyekre a szakolszkij hercegek a végrendelet megtámadásában hivatkoznak. Verszilov ellenfelei sokat adnának ezért a dokumentumért, noha nincs határozott jogi érvénye. Alekszej Nyikanorovics Andronyikov, aki Verszilov ügyeit intézte, megőrizte ezt a levelet, és nem sokkal halála előtt nekem adta át, azzal a megbízással, hogy vigyázzak rá. Közelgő halálát érezve talán aggódott iratai sorsáért. Nem akarom most eldönteni, mi lehetett Alekszej Nyikanorovics szándéka ebben az ügyben, és megvallom, halálakor még bizonytalanság gyötört, hogy mitévő legyek ezzel az okirattal. Különös tekintettel a hamarosan várható bírói ítéletre. De Marja Ivanovna, akiben Alekszej Nyikanorovics, amint látom, életében nagyon megbízott, kisegített nehéz helyzetemből. 3 héttel ezelőtt a leghatározottabban azt írta, hogy magának, személy szerint magának adjam át ezt a dokumentumot, mert ez aligha nem, Marja Ivanovna kifejezését idézem, megfelel Andronyikov szándékainak. Itt van tehát a levél. Örülök, hogy végre átadhatom. Mondja kérem, kezdtem gondterhelten, mert fejbe kólintott a váratlan újság. Mit kezdjek most ezzel a levéllel? Mit évő legyek? Az már a maga dolga. Dehogy is, kezem lábam meg van kötve, lássa be. Verszilov annyira várta ezt az örökséget, nélküle tönkre megy, ezt maga is tudja. És most egyszer csak kitudódik, hogy van egy ilyen okmány. Csak itt van, ebben a szobában. Igazán? kérdeztem, és arcát fürkésztem. Ha ezek után nem tudja, hogy mit évő legyen, akkor hogy adhatnék én magának tanácsot? Mégsem adhatom át a levelet Szokolszkij hercegnek, ezzel elárulom Verszilovot, semmivé teszem reménységeit. Másrészt, ha meg Verszilovnak adom oda, akkor ártatlanokat juttatok kolduspotra. Verszilovot pedig mégiscsak megoldhatatlan dilemma elé állítom. Vagy lemond az örökségről, vagy tolvajjá lesz. Túlozza a dolog jelentőségét. Mondja meg nekem azt az egyet, végleges, döntő jellegű-e ez az irat? Nem, nem az. Jó magam, persze nem vagyok jogász, az ellenfél ügyvédje bizonyosan megtalálná a módját, hogyan használja fel ezt az iratot, és hogyan aknázza ki a legelőnyösebben, de Alexej Nyikanorovicsnak határozottan az volt a nézete, hogy a levélnek jogi szempontból nem lenne nagy súlya, akkor sem, ha bíróság előtt bemutatják, és Verszilov még akkor is megnyerheti az ügyet. Ez az irat sokkal inkább lelkiismeret kérdése, hogy úgy mondjam. De hisz épp ez az, ami fontosabb mindennél, vágtam a szavába. Épp ezért kerülne Verszilov megoldhatatlan helyzetbe. Csak hogy Verszilov megsemmisítheti a levelet, és akkor épp ellenkezőleg megszabadul a veszélytől. Van valami különös alapja hozzá, hogy így vélekedjék róla, Kraft? Ezt szeretném tudni, azért vagyok itt. Azt hiszem, mindenki így járna el az ő helyében. Maga is így járna el? Nem néz rám semmiféle örökség, ezért nem mondhatok magamról semmit. Rendben van, mondtam, és zsebre vágtam a levelet. Egyelőre elintéztük az ügyet. Ide hallgasson, Kraft. Marja Ivanovna, aki sok mindent elárult nekem, ezt elhiheti, Marja Ivanovna azt mondta, hogy maga és csak is maga tudja megmondani az igazat arról, hogy mi történt Emszben, másfél évvel ezelőtt, Verszilov és Ahmakovék között. Úgy vártam magát, mint a napot, amely mindenre fényterít. Kraft maga nem ismeri helyzetemet. Esdekelve kérem, tárja fel előttem az igazat. Tudni akarom, hogy milyen ember ő. Most nagyobb szükségem van rá, mint valaha, hogy ezt megtudjam. Nem értem. Marja Ivanovna miért nem mondott el magának mindent? Ő a megboldogult Andronyikovtól mindent hallhatott, nyilván hallott is. Valószínűleg többet tud a dologról, mint én. Andronyikov maga sem látott tisztán a dologban, legalábbis Marja Ivanovna szerint. Úgy látszik, senki sem képes kibogózni az igazságot. Az ördögnek is beletörne a bicskája, de tudom, hogy maga akkor szintén Emszben volt. Nem láttam mindent, de amit tudok, szívesen elmondom. Csak azt nem tudom, kielégíthetem-e a kíváncsiságát. Nem idézem szó szerint elbeszélését, csak a lényeget foglalom össze. Verszilov másfél esztendeje az öreg Szokolszky herceg révén összebarátkozott Ahmakovékkal, akkoriban valamennyien külföldön, Emszben tartózkodtak, és mindjárt elsőre igen erős benyomást tett magára Ahmakov tábornokra. Ez az Ahmakov nem volt még öreg, de 3 esztendei házasság alatt elkártyázta feleségének, Katerina Nyikolajevának egész dús hozományát, és féktelenül duhaj életmódja következtében szélütést szenvedett. Ebből felépült, és most külföldön kúrázott. Emszbe pedig az első házasságából származó leánya kedvéért ment. A 17 esztendős, melbeteg fiatal lány hír szerint tüneményesen szép, és amellett szeszélyes, képzelődő teremtés volt. Hozománya nem lévén, szokás szerint az öreg hercegben reménykedtek. Katerina Nyikolávna, amint mondják, jóságos mostoha volt. De a kislány, hogy nem, Verszilovhoz ragaszkodott a legjobban. Verszilov akkoriban, Kraft kifejezését idézve, valami szenvedélyeset prédikált, holmi új életet hirdetett, és a szó legfenköltebb értelmében vett vallásos érzületbe ringatta magát, hogy Andronyikov különös, talán gúnyos meghatározásával éljek, amelyet másoktól hallottam. Érdekes azonban megjegyezni, hogy csak hamar mind kiábrándultak belőle. A tábornok egyenesen félt tőle. Kraft korán sem tagadja a mendemondát, mely szerint Verszilov azt a hitet keltette a beteg öregemberben, hogy felesége, Katerina Nyikolávna nem közömbös a fiatal Szokolszky herceg iránt, aki épp akkor tájt utazott el Emszből Párizsba. Nem járt el nyíltan, hanem szokása szerint célzásokkal, utalásokkal, tekervényes utakon jutott el odáig, mivel hogy az effélében nagymester, ahogyan Kraft kifejezte. Általában annyit mondhatok, hogy Kraft inkább szélhámosnak, született intrikusnak hitte és akarta hinni Verszilovot, semmint magasabb eszmékben hívő, vagy akárcsak eredeti gondolkodású embernek. Én pedig Kraft közléseitől eltekintve is tudtam, hogy Verszilov eleinte igen erős hatással volt Katerina Nyikolajevnára, később azonban fokról fokra a szakításig jutottak. Hogy miben állott az a játék, azt Krafttól nem sikerült megtudnom, de mindenki egybehangzóan állította, hogy előbbi barátságuk kölcsönös gyűlöletbe fordult. Aztán még valami különös történt. Katerina Nyikolajevna, betegeskedő mostohalánya a jelek szerint, beleszeretett Verszilovba, vagy legalábbis valami megtetszett neki benne, vagy a szenvedélyes szavai lobbantották lángra, vagy valami efféle, tudom is én. Elég az hozzá, Verszilov egy időben majdnem egész napját a leányka társaságában töltötte. A vége az lett, hogy a leány egyszer csak kijelentette apjának, feleségül akar menni Verszilovhoz. Hogy ez csak ugyanígy történt, mindenki egybehangzóan állítja. Kraft is, Andronyikov is, meg Márja Ivanovna, sőt, egyszer Tatjana Pavlovna is elszólta magát előttem ilyen értelemben. Azt is váltig állították, hogy Verszilov nem csak kívánta, hanem valósággal erőszakolta ezt a házasságot, vagyis kölcsönös egyetértés honolt a két összenemillő lény, a zsenge meg a koros között. A tábornok azonban írtozott ennek a Frigynek a gondolatától. Amilyen mértékben elhidegült Katerina Nyikolajevnától, akit azelőtt nagyon szeretett, olyan mértékben szerette egyre jobban az imádatig leányát, kivált a születése után. A legádázabbul azonban Katerina Nyikolajevna ellenezte ennek a házasságnak még a lehetőségét is. Titkos és kellemetlen családi összeütközések, viták, keserűségek hosszú sora következett ezután, egy szóval mindenféle förtelem. Az apa már-már beadta volna a derekát, látván szerelmes és, Kraft kifejezésével, Verszilov által fanatizált leánya makacságát, Katerina Nyikolajevna azonban továbbra is kérlelhetetlen gyűlölettel szegült ellene. Itt kezdődik aztán a teljes zűrzavar, amelyben senki sem ismeri ki magát. A következőkben előadom Kraft feltételezését, amely valódi tényeken nyugszik ugyan, de mégiscsak feltételezés. Verszilov a jelek szerint a maga módján, éles elméjűn és megcáfolhatatlanul elmagyarázta a fiatal teremtésnek, hogy Katerina Nyikolajevna azért nem egyezik bele a házasságukba, mert szerelmes beléje, mármint Verszilovba, és már régen gyötri féltékenységével üldözi, és álnokul igyekszik behálózni. Szerelmet is vallott neki. És most a legszívesebben mágián égetni el, amiért mást szeret. Szóval valamilyen félét. A legocsmányabb az egészben pedig az, hogy erről állítólag célzást tett a leány apjának is a hűtlen asszony férjének. Kifejtvén, hogy a herceg csak afféle szórakozás volt. Mondanom sem kell, a család élete pokollá változott. Az egyik változat szerint Katerina Nyikolajevna szívből szerette mostohalányát, kétségbe volt esve, amiért így megrágalmazták előtte, nem is szólva beteg férjéről. De mit szépítsem, ezen kívül szájról szájra járt még egy másik változat is, amelyben legnagyobb bánatomra Kraft is hitt. És én magam is hittem, mert mindenről már előbb is hallottam. Azt állították tudnélik, Andronyikov állítólag magától Katerina Nyikolajevnától hallotta, hogy Verszilov még előbb, vagyis a fiatal lány szerelmi fellángolása előtt Katerina Nyikolajevnának ajánlotta fölszerelmét. Katerina Nyikolajevna jó barátja volt ugyan Verszilovnak, sőt, egy időben lelkesedett is érte, de sosem bízott benne. És mindig ellentmondott neki, szerelmi vallomását pedig heves gyűlölettel fogadta, és gúnyos fölénnyel kikacagta. Majd, annak rendje és módja szerint elkergette maga mellől. Amikor Verszilov egyenesen felszólította, legyen a felesége, mihelyt a közeljövőben várható második szélütés elragadja mellőle férjét, a tábornokot. Nem csoda, hogy Katerina Nyikolajevna heves gyűlöletre lobbant, amikor nem sokkal utóbb tapasztalnia kellett, hogy Verszilov most már leplezetlenül mostohalánya kegyeit keresi. Mária Ivanovna, aki nekem mindezeket Moszkvában elbeszélte, hitt az első változatban is, meg a másodikban is, vagyis elhitte mind a kettőt. Az bizonygatta, hogy mindez összefér. Olyasmi ez, mint a gyűlölet a szerelemben. Sértett, szerelmes büszkeség mindkét részről, és a többi, egy szóval holmi regényes és bonyolult zűrzavar, ami méltatlan minden komoly és józan gondolkozású emberhez, és ráadásul még aljas is. De Marja Ivanovna maga is teletömte a fejét regényekkel már gyermekkora óta. Éjjel-nappal regényt olvasott, pedig igazán kitűnő jellem volt. Mindebből végül is Verszilov nyilvánvaló aljassága bontakozott ki. Gyalázatos hazugságok és intrikák cselszövénye, fekete förtelem. Annál is inkább, mert mindez tragédiával végződött. A szerelemre gyúlt szerencsétlen leányka mérget ivott, állítólag foszforos gyufát. Egyébként ma sem tudom bizonyosan, igaz-e ez az utóbbi hír. Minden esetre erőnek erejével igyekeztek eltussolni. A fiatal lány mindössze 2 hétig volt beteg, azután meghalt. A gyufa tehát kétséges maradt, noha Kraft rendületlenül hitt abban is. Egyébként csak hamar elhalálozott a leány apja is. Úgy mondják, a bánat idézte elő második szélütését, ez azonban mégis 3 hónappal a leány halála után történt. A fiatal lány temetése után a fiatal Szokolszkij herceg visszatért Párizsból Emszbe, Verszilovot nyilvánosan pofon ütötte a parkban, és Verszilov erre nem válaszolt kihívással, ellenben másnap megjelent a promenádon, mintha mi sem történt volna. Akkor mindenki elfordult tőle, Pétervárott is. Verszilov továbbra is járt ugyan emberek közé, de már egészen más körökben forgolódott. Nagyvilági ismerősei egytől egyig elítélték, noha a körülményeket kevesen ismerték közülük. Csak a fiatal teremtés regényes haláláról tudtak, no meg a pofonról. Viszonylag teljes értesülésekkel az egész ügyről mindössze 2 vagy 3 rendelkeztek. A legtöbbet a megboldogult Andronyikov tudott, aki már hosszabb ideje üzleti összeköttetésben állt az Akhmakov családdal, és különösen Katerina Nyikolávnával, egy bizonyos esettel kapcsolatosan. Ő azonban családja előtt is titokban tartotta értesüléseit. Csupán Kraftnak, meg Mária Ivanovnának árult el egyet-mást. Nekik is csak muszájból. Aztán van még egy másik írás, amelytől Akhmakova asszony szörnyen fél, fejezte be Kraft. Erről pedig a következőket közölte. Amikor az öreg herceg, Katerina Nyikolávna apja, külföldön már gyógyulófélben volt, rohama után, Katerina Nyikolávna elkövette azt az óvatlanságot, hogy nagy titokban erősen kompromittáló levelet írt Andronyikovnak, akiben teljesen megbízott. A lábadozó herceg, azt mondják, akkoriban csak ugyan hajlamos volt rá, hogy minden pénzét elköltse, sőt elszórja. Külföldön mindenféle fölösleges, de drága holmit vásárolt össze. Képet, vázát, afélét, fűnek, fának hatalmas összegeket ajándékozott és adakozott még ottani intézményeknek is. Egy nagyvilági orosz pazarlótól hatalmas összegért majdnem megvette látatlanba teljesen tönkrement, adóssággal és perekkel megterhelt földbirtokát. Végül, úgy látszik, csak ugyan a házasság gondolatával kacérkodott. No már most mindenre való tekintettel Katerina Nyikolávna, aki apja betegsége alatt nem tágított mellőle, a következő kérdést intézte Andronyikovhoz, mint jogászhoz és a család régi jó barátjához. Lehetséges lenne-e a herceget törvény szerint gyámság alá helyezni, vagy más módon megfosztani végrendelkezési jogától, és ha lehetséges, hogyan lehet minél alkalmasabban, botrány nélkül úgy megoldani, hogy senki se vádolhassa őt semmivel, és apja érzékenységét is kíméljék, és a többi. Andronyikov, mint mondják, akkor mindjárt figyelmeztette és lebeszélte tervéről, később pedig, amikor a herceg teljesen fölépült, már úgysem lehetett erre visszatérni, a levél azonban Andronyikovnál maradt. Amikor aztán Andronyikov halálán volt, Katerina Nyikolávnának eszébe jutott a levél, Ha Andronyikov halála után megtalálják papírjai között, és az öreg herceg kezébe kerül, az föltétlenül elkergeti, kitagadja az örökségből, és életében sem ad neki egyetlen kopejkát sem. A gondolat, hogy a tulajdon leánya kételkedik szellemi épségében, sőt elmebeteggé akarja nyilvánítani, bizonyára fenevaddá változtatta volna ezt a bárányt. Márpedig Katerina Nyikolajevna játékos férje jóvoltából özvegységére garas nélkül maradt, és csak is apjára számíthatott. Abban bízott, hogy újabb hozományt kap tőle, épp oly busásat, mint az első. Kraft nem sokat tudott a levél sorsáról, de megigyezte, hogy Andronyikov sosem tépett szét fontos iratokat. És azon kívül rugalmas eszű, de épp oly rugalmas lelkiismeretű ember volt. Meglepett, hogy Kraft, aki annyira tisztelte és szerette Andronyikovot, ilyen tárgyilagosan ítélkezik felőle. Kraft mindazonáltal meg volt róla győződve, hogy a kompromittáló levél Verszilov kezébe jutott, mivel Verszilov igen közel állt Andronyikov özvegyéhez és leányaihoz. Kitudódott, hogy a férfi halála után összes iratait nyomban és fenntartás nélkül Verszilov rendelkezésére bocsátották. Azt is elmondta Kraft, hogy Katerina Nyikolajevna már tudja, hogy a levél Verszilov kezében van, és épp ezért fél, mert attól tart, hogy Verszilov majd az öreg herceghez szalad vele. Külföldi útjáról visszatérve, Katerina Nyikolajevna már Pétervárott is kereste a levelet. Járt Andronyikovéknál, és most tovább keresi, mert abban reménykedik, hogy a levél talán még sincs Verszilovnál. Moszkvába is csupán ezért utazott, és könyörgött Mária Ivanovnának, kutasson a nála maradt írások között. Mária Ivanovna létezéséről meg a kapcsolatról, mely a megboldogult Andronyikovhoz fűzte, Katerina Nyikolajevna csak nem régiben Pétervárra való visszatértekor értesült. – És mit gondol Kraft? Megtalálta a levelet Mária Ivanovnánál? – kérdeztem, mert megvolt erről a véleményem. Ha Mária Ivanovna magának sem árult el semmit, akkor talán nincs is nála semmi. Feltételezi tehát, hogy az írás Verszilov kezében van? Valószínűnek látszik. Egyébként nem tudom, minden lehetséges, válaszolta Kraft. Szemlátomást kimerítette a beszélgetést. Nem fogadtam tovább. Minek is? Főbb vonásokban tisztázottak az események, a méltatlan zűrzavar ellenére mindaz, amitől féltem, igaznak bizonyult. Olyan ez, mint a lidérces álom, mondtam búsan, és a kalapomért nyúltam. Annyira szereti azt az embert? kérdezte Kraft, és arcáról mélységes részvétet olvastam le abban a pillanatban. Sejtettem, folytattam, hogy magától mégsem tudhatok meg mindent. Most már csak Akmakovában reménykedhetek. Kezdettől fogva ő benne bíztam. Talán elmegyek hozzá, talán nem. Kraft megütődve nézett rám. Isten áldja, Kraft! Minek tolakodni olyan emberekhez, akik tudni sem akarnak rólam? Nem jobb elszakítani a szálakat? Mit gondol? És aztán hová? kérdezte szigorúan, és tekintetét a földre szegezte. Haza, haza! Mindenkivel szakítani, és elvonulni a magam helyére. Amerikába? Dehogy is Amerikába. Haza, a magam helyére. Csak a magaméra. Ez az eszmém lényege, Kraft, kiáltottam lelkesen. Furcsálkodva nézett rám. És magának van ilyen helye? Van. A viszontlátásra, Kraft. Köszönök mindent, ne haragudjék, hogy fárasztottam. Én a maga helyében, ha így vélekednék Oroszországról, a pokolra küldeném mindnyájukat. Kotrodjatok, intrikáljatok, marjátok egymást, mi közöm hozzátok? Üljön le még egy kicsit, szólt hirtelen, miután már az ajtóig kísért. Kissé meglepődtem, de visszamentem és leültem. Kraft is leült velem szemben. Furcsán mosolyogtunk egymásra. Úgy látom magam előtt, mintha ma történt volna. Arra is emlékszem, hogy csodálkoztam viselkedésén. Tetszik nekem, Kraft, hogy maga olyan udvarias, kezdtem végre. Igazán? Talán azért, mert nekem ritkán sikerül udvariasnak lennem, pedig szeretnék, de mit tudom én, talán jobb is, hogy sértegetnek az emberek. Legalább megmentenek attól a szerencsétlenségtől, hogy szeressem őket. A napnak melyik óráját szereti a legjobban? kérdezte Kraft. Nyilván nem is hallotta, amit mondtam. Melyik óráját? Nem tudom. Az alkonyt nem szeretem. Igazán? Szólt különös érdeklődéssel, de nyomban újra gondolataiba merült. Megint elutazik? kérdeztem. Igen, elutazom. Hamarosan? Hamarosan. És mondja, revolver kell hozzá, hogy az ember eljusson Vilnáig? kérdeztem minden hátsó gondolat nélkül, csak ugyan nem is gondoltam semmire. Azért kérdeztem, mert szemembe tűnt a revolver, és amúgy is a fejemet törtem, hogy miről beszéljek. Kraft megfordult, és a revolverre szegezte pillantását. Nem, csak úgy megszokásból viszem magammal. Ha én nekem volna revolverem, elrejteném valahová lakat alá, mert tudja, csábító, Isten bizony. Nemigen hiszek az öngyilkossági járványokban, de ha örökké ott van szem előtt, nos, lehetnek pillanatok, amikor elcsábítja az embert. Ne beszéljen erről, mondta Kraft, és felugrott. Én is felálltam. Nem magamról beszélek, tettem hozzá. Én nem gondolok ilyesmire. Ha 3 életem volna, még azzal sem érném be. Éljen minél többet, szakadt ki belőle furcsán. Révetegen elmosolyodott, és különös, egyenesen kiment az előszobába, mintha kivezetne. Persze nem vette észre, hogy mit művel. Sok sikert kívánok, Kraft, mondottam már a lépcsőn. Ki tudja, válaszolt keményen. Viszontlátásra? Azt is, ki tudja? Emlékszem utolsó pillantására. Ez volt tehát az az ember, akiért annyi esztendeig dobogott a szívem. Mit is vártam Krafttól? Miféle újabb közléseket? Mikor kiléptem tőle, erősen megéheztem. Már esteledett, és aznap nem ebédeltem. Ott a Petyerburgszkaja Fertájban, a Bolsoj Prospekten bementem egy kis vendéglőbe, azzal az elhatározással, hogy 20, legfeljebb 25 kopejkánál többet semmi esetre sem költök. Ennél többet akkoriban semmiképpen sem engedtem meg magamnak. Levest rendeltem, megettem, aztán kinéztem az ablakon. A helyiségben sokan voltak, égett olajszag keveredett dohányfüsttel, meg vendéglői asztalkendők szagával. Undorodtam. Fejem fölött hangtalan, komor és mélázó csalogány bögdöste csőrével kalitkálja fenekét. A szomszédos biliárdszobában lármáztak, de én csak ültem, és erőlködve töprengtem. A napnyugta... Vajon miért csodálkozott Kraft annyira, hogy nem szeretem? Új és váratlan, hivatlan érzéseket keltett bennem. Anyám szelíd pillantását láttam magam előtt. Kedves szemét, amelyel immár egy teljes hónapja oly félénken figyelget. Az utóbbi időben otthon örökké gorombáskodtam, különösen ő vele. Voltaképp Verszilovval szerettem volna gorombáskodni, de nem mertem, és azért, aljas szokásom szerint, anyámat kínoztam. Valósággal megfélemlítettem. Néha esdeklő pillantást vetett rám Andrej Petrovics beléptekor, mert attól félt, hogy botrányt csapok. Különös, csak ott a kocsmában döbbentem rá, hogy Verszilov tegezni szokott, anyám pedig magáz. Már azelőtt is megütköztem ezen néha. Helytelenítettem is, de most valahogy különös értelmet nyert ez a jelenség, és egyre furcsább gondolatok kergetőztek elmémben. Sokáig üldögéltem egy helyben, amíg egészen be nem sötétedett. Nővérem is foglalkoztatott. Sorsdöntő perc. Határoznom kell, bármi áron is, de határoznom. Hát igazán képtelen volnék a döntésre. Miért nehéz szakítanom velük? Kivált, ha ők sem ragaszkodnak hozzám? Anyám, hugom. De hiszen őket semmiképp sem hagyom el, akárhogy forduljon is a dolog. Tagadhatatlan, hogy annak az embernek a megjelenése az életemben, mármint pillanatnyi feltűnése, még gyerekkoromban, ez volt az a végzetes lökés, amely tudatomat fölébresztette. Ha akkor nem találkozunk, elmém, gondolkodásmódom, sorsom bizonyosan másképp fordul. Annak ellenére, hogy végzett rendelte jellememet, semmiképp sem változtathattam volna meg. És íme kisül, hogy ez az ember csupán az én ábránt képem, gyermekkori álmaim szüleménye. Magam formáltam őt olyannak, holott a valóságban egészen másnak bizonyult. Hasonlíthatatlanul alatta áll fantáziaképemnek. Én egy tiszta emberhez jöttem, nem ehhez. Ugyan minek is szerettem belé egyszer s mindenkorra, abban a rövidke percben, amikor egyszer régen kisgyerekkoromban megláttam. Ezt az egyszer s mindenkorrát el kell törölni. Valamikor, ha alkalom adódik, leírom azt az első találkozásunkat. Nevetséges adoma, semmi sem következik belőle. Én azonban egész piramist építettem rá. Még a gyerek paplanom alatt kezdtem építeni, amikor elalvóban sírtam és ábrándoztam. Miről? Magam sem tudom. Arról, hogy elhagytak? Arról, hogy kínoznak? De hiszen nagyon rövid ideig kínoztak, mindössze 2 évig, a Tussard-féle intézetben, ahová akkor bedugott, és egyszer s mindenkora elutazott tőlem. Később már senki sem kínzott. Ellenkezőleg én néztem le társaimat. Meg aztán ki nem állhatom ezt a nyavajgó árvaságot. Nincsen megalázóbb szerep, mint amikor árvák, fattyúk, meg más efféle kitaszítottak, ez a csűrhe, amely iránt a legkisebb szánakozás sem él bennem, egyszer csak ünnepélyesen kiáll a közönség elé, és panaszosan, ám de oktató célzattal jajveszékelni kezd. Nézzétek, hogy bántak velünk! Én megveszőzném ezeket az árvákat. Ebből a fertelmes népségből senki sem érti, hogy 100-szor jobb, nemesebb, ha hallgat és nem jajveszékel, ha nem méltatja őket arra, hogy panaszkodjék. De ha már arra méltatta őket, akkor úgy kell neked szerelem gyümölcse. Ez a véleményem. De nem is ez a nevetséges, amit még a kispaplan alatt álmodoztam, hanem az, hogy még ide is ő érte jöttem. Azért a kiagyalt emberért, legfőbb célomról szinte megfeledkezve. Azért jöttem, hogy segítsek neki megcáfolni a rágalmakat, megsemmisíteni ellenségeit. Az az írás, amelyet Kraft emlegetett, annak az asszonynak Andronyikovhoz intézett levele, amelytől az asszony annyira fél, mert eldöntheti sorsát és koldusbotra juttathatja, és amelyről azt hiszi, hogy Verszilov birtokában van, ez a levél nem Verszilovnál volt, hanem én nálam, belső zsebembe bevarva. Magam vartam be, és az égvilágon senki sem tudott még róla. Hogy a regényes hajlamú Mária Ivanovna, akinél ez a fontos írás megőrzésre volt, úgy látta jónak, hogy nekem adja át, és nem másnak, ez csupán az ő elhatározásán és akaratán múlott. Ezt megmagyarázni nem vagyok köteles, bár egyszer talán úgy mellékesen elbeszélem. De világos, hogy ilyen váratlan fegyverrel ellátva nem tudtam ellenállni a csábításnak, hogy felutazzam Pétervárra. Természetesen úgy képzeltem, hogy titokban segítek majd annak az embernek, nem tolakszom, nem heveskedem, nem várok sem ölelés, sem dicséretet. És soha, de soha sem méltattam volna arra, hogy valamiért szemrehányást tegyek. Hiszen nem az ő hibája, hogy annak idején belé szerettem, és fantasztikus eszményképet faragtam belőle. Még az is könnyen meg lehet, hogy már nem is szerettem. Eredeti észjárása, különc jelleme, gyanús intrikái és kalandjai, no meg anyám szerepe az életében, mindez már nem állíthatott meg. Elég volt az is, hogy fantázia bábum összetört, és már nem szerethetem tovább. Ezek szerint mi akadályozott, miért torpantam meg? Ez a kérdés. Végeredményben kisült, hogy buta csak én vagyok, senki más. De mivel másoktól becsületességet követelek, becsületes leszek magam is. Meg kell vallanom, a zsebembe bevart dokumentum nem csak azt a szenvedélyes vágyat ébresztette bennem, hogy Verszilov segítségére siessek. Ma már világosan látom ezt, de már akkor is pirultam a gondolatra. Egy asszony lebegett előttem. Gőgös, nagyvilági dáma, akivel szemtől szembe találkozom. Megvetés lenéz, mint az egérkét, és nem is sejti, hogy sorsa az én kezemben van letéve. Ez a gondolat már Moszkvában megrészegített, de különösen a vasúti kocsiban, ideutaztamban. Ezt már fentebb megvallottam. Igen, Gyűlöltem azt az asszonyt, de már szerettem is, mint áldozatomat. És ez mind igaz, ez csak ugyanígy volt. De hát ez már olyan gyerekség, amilyet még önmagamtól sem vártam volna. Akkori érzéseimet írom le, vagyis mindazt, ami akkor ment át az eszemen, amikor ott ültem a vendéglőben, a néma csalogány alatt, és elhatároztam, hogy még aznap este föltétlenül szakítok velük. Hirtelen szégyenpír borította el arcomat, amikor eszembe jutott aznap délelőtti találkozásom azzal az asszonnyal. Szégyenletes találkozás. Szégyenletes, ostoba élményecske, amely, és ez a fő, mindennél ékes szólóban bizonyítja, milyen alkalmatlan vagyok az ügyre. Bebizonyosodott, így gondoltam akkor, hogy nincs erőm ellenállni a legostobább csaléteknek, holott épp az imént mondtam Kraftnak, hogy megvan a magam helye, a magam dolga, és ha 3 életem volna, azt is keveselném. Büszkén mondottam ezt. Az még valamiképp megbocsátható lenne, hogy egy időre cserben hagytam eszmémet, és belebonyolódtam Verszilov ügyeibe, de azért már csak saját butaságomat okolhatom, hogy ide-oda rohangálok, mint a megszédült nyúl, és belebotlom minden semmiségbe. Mi a fene vitt rá, hogy elmenjek Gyergacsovhoz, és ott szamárságokat fecsegjek, holott rég tudom magamról, hogy semmit sem tudok értelmesen, összefüggően előadni és tanácsosabb hallgatnom, és ott holmi Vasszin azzal vigasztal nagy bölcsen, hogy még 50 esztendő áll előttem, tehát nincs miért bústakodnom. Kitűnő válasz, tagadhatatlanul, és becsületére válik vitathatatlan okosságának. Kitűnő már csak azért is, mert a lehető legegyszerűbb. Márpedig az ember az egyszerűt mindig csak a legvégén érti meg, amikor már minden bonyolultat és ostobát kipróbált. De én magamtól is tudtam ezt az ellenvetést, hamarabb tudtam, mint sem Vasszin kimondta. Ezt a gondolatot már jó 3 esztendeje átéreztem. Mi több, eszmém is részben ebből állt? Ilyes formán elmélkedtem akkor ott a kocsmában. Rosszul éreztem magam, amikor járkálástól és töprengéstől kimerülten este már 8 óra felé hazaérkeztem anyámékhoz. Már egészen besötétedett, és az idő megváltozott. Nem esett, de feltámadt az átkozott pétervári szél, a hátámba fújt mérgesen, csípősen, és port, homokot kavart körém. Mennyi mogorva arc az egyszerű emberek között, akik munkájukból, műhelyükből hazafelé igyekeznek kuckójukba. Mindegyiknek a maga mogorva gondja van az arcára írva. Az egész tömegben nincs talán egyetlen közös, mindenkit egyesítő gondolat. Kraftnak igaza van, ki a maga életét éli. Találkoztam egy kisfiúval, olyan pöttön volt, hogy meglepett. Ilyen késői órán hogyan járkálhat egyedül az utcán, alighanem eltévedt. Egy egyszerű asszony megállt egy percre, hogy meghallgassa panaszát, de nem értette. Széttárta kezét, és továbbment. A gyermeket magára hagyta a sötétben. Oda akartam menni hozzá, de miért nem? Megijedt tőlem, és elszaladt. A házhoz közeledve elhatároztam, hogy soha többé nem megyek el Vasszinhoz. A lépcsőn felfelé menet azt kívántam, bárcsak 2-esben találnám otthon anyámat, kedves húgomat Verszilov nélkül, hogy hazaérkezése előtt még szólhassak hozzájuk néhány jó szót. Hiszen hugommal úgy szólván még egy bizalmas szót sem váltottam, amióta 1 hónapja megérkeztem. Úgy történt, ahogy reméltem. Verszilov nem volt otthon. Most, hogy feljegyzéseimben színre lép ez az új szereplő, tudnélik Verszilov, közlöm rövid életrajzát, amely egyébként semmit sem mond. Csak azért írom le, hogy az olvasó megértését megkönnyítsem, meg azért is, mert nem látom előre, hová iktathatnám be elbeszélésem további folyamán. Egyetemet végzett, de azután belépett a testőrségbe, egy lovashezredbe. Feleségül vette Fanáriotovát, és nyugdíjaztatta magát. Külföldre utazott, visszatérve Moszkvában élt nagyvilági fényűzésben. Felesége halálakor visszavonult falusi birtokára. Ekkor került össze anyámmal. Azután sokáig élt valahol délvidéken. A krími háború kitörésekor ismét felöltötte a katonaruhát, de a Krímfélszigetre nem jutott el, és egész idő alatt nem vett részt ütközetben. A háború végeztével ismét nyugállományba került, külföldre utazott, ezúttal anyámmal, akit Königsbergben hagyott. Szegényke később iszonyodva, fejcsóválva beszélte el nekem, hogy teljes fél esztendőt töltött ott egyedül, csepp leánykájával, német nyelvismeret híján, magánosan, mint a rengetegben, és a végén méghozzá pénz nélkül. Akkor érte ment Tatjana Pavlovna, és hazavitte Oroszországba, valahová a nyizsegorodi kormányzóságba. Verszilov később az első felhívásra beállt határbírónak, és amint mondják, nagyszerűen végezte dolgát, de csak hamar otthagyta, és Pétervárott polgári pereket vitt. Andronyikov mindig nagyra becsülte képességeit, tisztelte őt, csak azt hajtogatta, hogy nem érti a jellemét. Verszilov később ezt a foglalkozását is abba hagyta, megint külföldre utazott, ezúttal hosszú időre, néhány esztendőre. Azután kezdődött szoros kapcsolata az öreg Szokolszkij herceggel. Anyagi helyzete ez alatt kétszer-háromszor gyökeresen megváltozott. Hol szinte koltusbotra jutott, hol megint hirtelen meggazdagodott és felkapaszkodott. Most, hogy idáig jutottam feljegyzéseimben, elhatároztam, hogy elmondom eszmémet. Most először írom le szavakkal, amióta megszületett bennem. Rászánom magam, hogy feltárjam olvasom előtt, megint csak azért, hogy a további megértést megkönnyítsem. Mert lassan nem csak az olvasó zavarodik bele, hanem én magam, az író is belezavarodom lépteim bonyodalmas megmagyarázgatásába, ha nem fejtem ki, mi vitt rá, mi kényszerített rá e lépések megtételére. Ezzel az elhallgatási fogással tudatlanságomban ismét beleestem abba a regényírói szépelgésbe, amelyet feljegyzéseim elején kicsúfoltam. Pétervári regényem és megszégyenítő kalandjaim küszöbén elkerülhetetlenül szükségesnek érzem ezt a bevezetést. Nem a szépelgés vitt rá, hogy eddig elhallgassam, hanem a feladat lényege, illetve nehézsége. Még most is, amikor mindaz elmúlt, ami elmúlt, még most is szinte képtelennek érzem magam rá, hogy eláruljam eszmémet. Meg aztán kétségkívül akkori formájában kell előadnom, vagyis úgy, ahogy akkor éreztem és elgondoltam, nem úgy, ahogy most látom. Újabb nehézség. Vannak dolgok, amelyeket elbeszélni szinte lehetetlen, és a legegyszerűbb, legvilágosabb eszméket a legnehezebb megérteni. Ha Kolumbusz Amerika felfedezése előtt odaállt volna, hogy eszméjét elmagyarázza az embereknek, azt hiszem sokáig nem értették volna meg. Nem is értették? Azzal, hogy ezt a példát felhozom, eszemágában sincs magamat Kolumbuszhoz hasonlítani, és aki ezt következteti belőle, hát szégyelje magát. Ennyi az egész.